A két ország belügyminisztere a többi között megegyezett abban, hogy minél gyorsabb áthaladást kell biztosítani a migránsok számára, humánus módon a szabályok betartásával. Szerbián keresztül január óta 300 ezer menekült haladt át, mindegyiküket 72 órás tartózkodási engedéllyel látták el. Ako ta dokumentacija bude iskorišćena kao nešto što će oni vidjeti kao potrebno za ulazak u prevoz, u centre i naravno za dalji put ka Evropskoj uniji, verujem da je niko neće izgubiti, baciti ili skloniti. Ha a bevándorlók megtartanák az iratokat, sokkal több időt takarítanának meg a többi országban, hiszen nem kellene ismét felvenni az adatokat és gyorsabban áthaladhatnának. Da prekinem ovo mučenje po pitanju hladnoće i svega ostaloga, već bi uz dogovor graničnih policija riješili prihvat iz samoga Šida direktno za Slavonski Brod vlakom. A szerb belügyi tárca vezetője a találkozón kiemelte, Szerbia és Horvátország nem olyan erős gazdaságilag, hogy 50 ezer ember be tudjon fogadni, ezért meg kell beszélni a menekültügyi stratégiát, melyet mindkét ország betartana, hiszen, mint mondta, a migránsok jönnek, mennek, a szomszédok viszont maradnak, éppen ezért fontos megtartani a két ország közötti jó viszonyt.